A mérkőzés előtt a két csapat azonos mutatóval állt a tabellán, úgyhogy mindkét együttes számára rendkívül fontos volt a találkozó. A hazaiak kezdtek jobban, az első negyedet 33-27-re nyerte a MAFC. A második 10 percben újabb 4 pontot tett hozzá előnyéhez a házigazda, a nagy szünet után viszont megváltozott a játék képe. A nyíregyháziak ledolgozták hátrányukat, sőt az akkor még utolsónak gondolt negyednek már vendégvezetésnél vágtak neki a csapatok. A találkozó azonban nem dőlt el a rendes játékidőben, 74-74 után következhetett a hosszabbítás. Az első ráadás 11-11-jel zárult, csak úgy, mint a második. A harmadik 5 perc sem hozott döntést, és közben azonban kipontozódás miatt Millert, Nagy Krisztiánt és Krisztanovicsot is elvesztették a nyíregyháziak. A negyedik hosszabbításban, csak úgy, mint az előző háromban, mindkét csapatnak volt esélye a győzelemre, végül a hazaiak örülhettek 2 pontos sikerüknek, a vendégeknek pedig meg kellett elégedniük a szimpatikus vesztes szerepével. Én megint csak oda tudok visszatérni, amit a mérkőzés után is mondtam, és amit egész évben említettem. Hiányzik egy vezéregyéniség a csapatból, bár ma, illetve nem ma, hanem tegnapi mérkőzésen már voltak nyomai annak, hogy sokkal jobban próbáltuk összefogni és irányítani a csapatot, főleg a második fél időben. Azért most mindent elszomorít az, hogy végül is nem mi nyertük meg a találkozót, de azért voltak biztató jelek ott, a védekezésünk egészen stabil volt, nagyon sok jó támadásunk volt, viszont sajnos azokban a fontos szituációkban, amikor el kell dönteni egy találkozót, akkor nem tudtunk felülkerekedni. A Malsó-Nyíregyháza szerdán felkészülési meccset játszik a szlovák első osztályban szereplő kassai csapattal, szombaton pedig az újdonsült kupagyőztes Körmendet fogadja Sitko Ernő együttese.